Szeretettel és nagyon nagy tisztettel köszöntöm a kedves tévénézőket innen az Agárdi Parkerdőből. A mai adásomban összefoglom a Gárdony, Agárdi Gyógyfürdő, Bicskei TC, NB3-as bajnoki labdarúgó mérkőzés legérdekesebb jelenetét, góljait. Szünetben nyilatkoznak a bicskei szurkolók az első félidő teljesítményéről és a várható végeredményről. Ezekben a nyilatkozatokban nincs semmi különleges, hiszen bicskei nézőkről van szó, és részükről teljesen indokolt az a bizakodás, ami árad belőlük. Pontosabban az, hogy valamennyien bíznak a jobb folytatásban, hiszen szünetben 1-0 a hazai csapat javára, amikor ezeket a nyilatkozatokat készítettem. Újból bebizonyosodott, hogy ebben az NB3-as bajnokságban nem létezik papírforma, semmit nem jelent az előzetesen fennálló 5-6 helyezési és akár 7 pontnyi különbség. A Bicskei Tigers szurkolóin ezúttal sem múlt semmi, hiszen a szexi szőkerendőrnőn, az egész hátat beborító Tigris tetkón, a három nagy dobon, a megszokott zászlóerdőn kívül magukkal hozták ezúttal Csörgő Ákos alpolgármestert is, és szinte teljesen megtöltötték a vendégszektort. És ezek után sem nagyon lettek kiszolgálva a nézők, tovább tart a Bicske hetek óta tartó visszafogott teljesítménye. Józsa Miklós és Kertész Dani beszélgetése látható ezekben a pillanatokban. Na nézzük akkor ezek után a két csapat összeállítását. A Vukmir Dragan legénysége Szűcsörös a kapuban, további játékosok Filipovics Márkó, Horváth Marcel, Kákonyi Dániel, Denzinger Norbert, Varga Zoltán, ő a csapatkapitány, Török Dávid, Farkas Máté, Mlinárcsik Áron, Vékony Viktor és Pejlik Szilárd kezdő 11-jel léptünk a pályára. Cserepadon foglalt helyet Kertész Dániel, Radó Dániel, Varga Zsombor, Bajor Tamás, Pekovszki Michel, Kürti Zsolt, Németh János, Lencsés Bálint és Vassú Zsombor vezetők közül ott volt Súlyog Barnabás, Gyúró, Komjáti Péter klubigazgató, Nagy György technikai vezető, Józsa Miklós kapusedző és Vukmir Dragan szakmai igazgatója, csapat vezetőedző. És akkor nézzük a három játékvezetőket, akik végzik a szokásos bemelegítésüket. Görög Mário középen, Kis Balázs és Rózsás Rita, hárman ők is csak úgy, mint a csapatok, bemelegítése látható itt a mérkőzés előtt. A játékvezető ellenőr pedig Kéri Árpád. És akkor hazai összetétel a következő. Sejner Bálint, Újvári Ádám, Kónya Krisztián, ő a csapatkapitány, Király Bence, Balog Ádám Márk, Zsigmond Bence, Tóth Tibor, Koronci Bence, Mód Ádám, Radambükher István, Kercsó Bence István. Cserepadon foglalt helyet Szabó Balázs László, Ciklin Roland, Kovács Ádám, Balog Patrik, Nyári Bence és Parádi Erik. Tehát nem valami hosszú a cserepaduk, hiszen hatan vannak, 12 cserét lehet beírni, és 5-öt lehet cserélni 3 alkalommal. A szünetbeli cserék azok nem számítanak bele ebbe a 3 cserébe. És akkor vezetők közül ott volt Ola Attila vezetőedző, Balogh Zsolt Csaba asszisztensedző, Tóth István masszőr és Dr. Sánta Tibor technikai vezető. Láthatjuk a Bicskei Tigers szurkolóit, valamint a cserepadon helyet foglaló bicskei játékosokat. Itt pedig gyülekeznek a hazai nézők a gárdonyi csapat szurkolására. És minket már mérkőzés után legjobban a magyar kupa sorsolása érdekelt, hiszen teljesült minden bicskei szurkoló, játékos és vezető álma a Bicskei TC Ferencváros mérkőzés a MOL Magyar Kupa legjobb 60-i csapata között. A zsúfolt versenynaptár miatt ki tudja, hogy mikor kerül megrendezése ez a mérkőzés. Szombati Gárdony elleni vesztes NB3-os meccs után gyorsan táncra perdültek a bicskei futballszurkolók, miután az esti MOL Magyar Kupa sorsoláson Szekeres Tamás és Tököri Attila, mindketten korábbi Fradi játékosok, Magyarország legnépszerűbb futballklubját varázsolták Bicskére. Nagyon sokat még nem tudunk a találkozó időpontjáról, hiszen a Ferencvárosra az október 28-ai kupanap idején is erőltetett bajnokok ligája menetelés vár. Így minden bizonnyal a közvetítési jogokat birtokló MN Sport a TV mondja majd ki a végső szót az időponttal kapcsolatban. Őrület már érezhető
a városban, hiszen tétmérkőzésen még soha nem szerepelt aktuális bajnokok ligája részfő csapat Bicskén, de NB1-es ellenfél is emlékezet óta nem fordult meg a gyönyörűen felújított Kerecsendi Kismárton utcai stadionban. Közben itt láthatóak a gárdonyiak öklözése a játékvezetőkkel, és akkor a két csapat kapitány választása. Balról kék-sárga csíkos mezben Varga Zoltán, a hazaiak részéről pedig Kónya Krisztián választ tér felett. A mérkőzés játékvezetője Görög Mário, segítői Kis Balázs és Rózsa Rita. Játékvezető ellenőr pedig Kéri Árpád ezúttal. Visszatérve a Magyar Kupára, még NB2-es ellenfél utoljára 2015. november 30-án játszott itt a Bicskei arénába Cegléd VS, akkor 0-2 volt. Természetesen a sportkedvelőket azonnal értesítjük itt, valamint a Bicskei TV Facebook oldalán is a mérkőzések kapcsolatos információkat. Még a 90-es évek elején járt nálunk a Fradi azon a bizonyos három báder fogadó kupán. 90-92-ben kupagyőztesek lettek, 93-ban pedig másikok lettek a haladás mögött. Na ez azért biztos, hogy más lesz, mint akkor volt. Ezen a napon egy óriási élményre van kilátás a megújult, megszépült Bicskei arénában. Természetesen klubvezetőségünk és egyesületünk vezetősége minden friss információt időben fog közölni. És akkor nézzük most már a mérkőzés legérdekesebb jeleneteit. Titit a hazai kapus eladja a labdát, Bejnik Szilárd nem tudja elhúzni mellette, pedig jól akarta, ugye a kifutó kapus mellett ballal, hiszen ő ballábos ballal jobbra akarta húzni, hogy túlverekedje magát a kapuson, de nem sikerült itt, ezúttal a hazaiak próbálkoznak. Horváth Marcit tették hintába egy pillanatra, de ez a beadás túl hosszú volt a játékos társnak, de még Kercsó Bence István a oldalvonalat előri, beadja és érkezik, Tóth megfejeli a hosszúról, de remekül védi ezt a fejes Szűcs Lajos. Nagyszerű fejes volt a hazai támadó részéről, Tóth Tibor fejelhetett tisztán, íme még egyszer a jelenet. Megforgatja Tóth, Horváth Marcit, egyszer-kétszer, átíveli, hosszúra sikerül ez az átívelés, de még Kercsú befutja a labdát, megmenti azt odavon előtt, és jó a beadás, és végül is Tóth Tibor érkezett. Fejesét azonban remek vetődéssel védte Szűcs Lajos a Bicskek hálójára. Ez volt tehát a 7. perc eseménye, az 5. perc eseményét is láthattuk. Hajszálon múlott, hogy a Bicskek nem szereztek gólt. És itt pedig egy újabb szép védés Szűcs Lajos részéről, hiszen a befutó hazai csatár elől öklözte határozottan ki a labdát. Itt pedig a hazaiak játékosa harcol ki szabad rugást. Tóth Tibor volt az, aki itt van kettő védő között, beesik, és a játékvezető ezt megadta, és jön a beívelés, hoppá, hát bizony ez is hajszálon múlott, hogy nem ért el a hazai támadó a labdát. És akkor jön a beadás, Varga Zoli beadása, hát Filipovics előtt szállt el a labda, hajszálon múlott, hogy nem ért bele a Bicskei támadó, Varga Zoltán újból, kicsit most ezúttal beadása jobb oldalról hosszúra sikerült. Filipovics egy átemelés és egy ballábos lövés, csak centiméterekkel került el a hosszút. Íme még egyszer ez a jelenet. Filipovics remekül oldja meg a feladatát, átemeli, megkerüli a védőt és kilövi a hosszú. A hosszút, illetve hosszú felé lőtt a labdát, de nem akad be, itt egy kálkonyi robotsarkot célozta meg, de ezúttal is ott van Sejner Bálint, a hazaiak kapuvédője, és biztosan védte ezt a lövést, íme még egyszer a jelenet. Kákonyi jól kapta vissza Varga Zoltántól a labdát, és oda suhintotta a jobb kapufa tövére. Itt meg egy pillanatra a Bicskei cserepad, és a Bicskei tágér szurkai voltak láthatóak. Varga Zoltán beteszi a labdát, ott a zice! Na hát kérem, ennél nagyobb zicet elképzelni sem lehet. Fantasztikus nagy helyzet Pejnik előtt. Íme itt van, oda kerül fejére, meg is nézheti, meg is kérdezhette volna, hogy hova kérett pajtás a hazai kapusától, de nem kérdezte, inkább mellé bólintotta, nem jött be, tehát két nagy helyzet már volt, a Bicskelyek előtt egyiket sem tudtuk értékesíteni, itt pedig egy szabálytalanság, játékosunkkal szemben, íme még egyszer a jelenet, hát igen,
a hazaiak játékosa, bal kézzel lekönyökölte védőnket, és ezért járt a szabaddugás. Ezúttal jobb oldalra adjuk be. Itt a Zitzer megint Kálkonyi előtt oda helyezte a jobb felső sarokba, csak gyenge volt. Nem volt benne kellő erő, és így a hazai kapuvédője biztosan tudta védeni. Íme még egyszer. Jön a beadás Farkas részéről. Jó is ez a beadás, oda kerül Kálkonyihoz. Megnézi a jobb felső sarkot, gyenge a lövés, és a hazaiak kapuvédője, Sejner Bálint kitenyerelte. Tehát már három gólt is lőhettünk volna itt az elmúlt percekben, de ezúttal még nincs gól. Íme még egyszer a beadás. Hát bizony kézről, ezt le is lassítottuk, kézről pattan ki, de a játék vezető tovább intett, és csak szögletet ítélt. No, és akkor nézzük a 32. perc eseményeit. Amikor egy balra kitett labdára megy a hazai támadó, Zsigmond Vence befele cselez, és kilövi a rövid sarkot. Keresztbe vezette a labdát, és keresztmozgással a rövid sarkot célozta meg. Ha jól látom, ott két védőnk is asszisztált, de Zsigmondot ez nem zavarta, és bevarta a mérkőzés 32. percet látunk, a jegyzőkönyv szerint 33. perc, könyveljük el. 32. percnek ezt az eseményt Zsigmond. Jó labdát kapott a játékos társától, Farkas néz vele, Farkas szemet, Zsigmond keresztbe vezeti. Ott volt még két védőnk, nem tudtunk kilépni kellőképpen, és így két-három védő között kilőtte a rövidet. Zsigmond és megszerezte hazaiak vezető találatát. Tehát ezzel a góllal vezet a Gárdony csapata. Itt pedig még szerencsére jött Horváth Marci, és becsúszva szerelt a hazai támadó elől, aki egy kicsit hosszan tette maga elő a labdát. Szöglet után Farkas fejelte ki a labdát. Pejlik mellett visszafejlik, és ott egy lövés Kónya Krisztián részéről, amely magasan fölé szállt. Kákonyi lőhet rá, kapura lepattan a labda, és jön Filipovics, lövése azonban keresztbe elszállt a kapu előtt, Varga Zoltán sem tudta befutni, nem tudta beleérni a labdába, itt pedig egy újabb fejes a másik oldalon, ezúttal még nem megy ki a labda, Zsigmond Bence teszi be, kifejeljük, és még tovább fejé Farkas, jöhet a kontra, négyen vagyunk kettő ellen, de visszaérnek a védők. Lassan jön a labda, Varga Zoli beadja, de beadásába beléptek, és így csak szögletet tudtunk kihozni ebből a támadásból. Újból jön a beadás, ezúttal Pejlik Szirád még megmenti, jó a csele, visszateszi a labdát, és micsoda helyzet, kérem, Filipovics Márkó előtt, öt és feles vonaláról. Teljesen tiszta helyzetben kapta a labdát, íme Pejlik Szirád fantasztikusan csapja be a védőt, jó a csele, másodszor is jól teszi vissza, és ott van Filipovics, üres a kapu, és jobban rosszul találja, kilövi oda a park erdőbe a labdát. Ez volt a 36. perc eseménye, óriási gólszerzési lehetőség, újra ez már a negyedik helyzetünk volt, itt egy kiszorított helyzetből leadott lövés, de ez abszolút nem veszélyeztette az ellenfél kapuját. Ezúttal Pejlik forgatja meg a védőt, Koronc Bence azonban szabálytalankodott vele szemben. No kérem, hát helyzetek vannak, itt is egy helyzet, ezúttal is Filipovics fejéről került a labda mellé. Hát azért vannak helyzetek itt az első játék részben bőven, és itt az előző jelenet, egy jó indítás a hazai játékos részéről, egy csel, de már lesen tartózkodott, igen, a hazai játékos mutatja is a partjező, hogy igen, mit felező vonal után nem esze, lesről indult el a hazai játékos. Pejlik Szilárdot szerelik, nem megy még ki a labda, megy tovább a játék, óriási harc volt a pályán végig. No kérem, ennyi volt az első játék rész eseménye, hiszen Görög Mário ebben a pillanatban véget vetett az első játékrésznek, és akkor hallgassuk meg a Bicskei szurkolókat, hogy egy 0-1-es állásnál ki hogyan vélekedik az első játékrészről, és miben bízhatunk ennyi kimaradt Bicskei helyzet után. Hogy tetszik a talpolgármester? Kiadtuk a helyzeteinket, igen? Nekünk kéne vezetni minimum 1-0-ra, remélem megfordítjuk a
mérkőzés, nagyon bízok a csapatba, 2-1-et tippeltem, úgyhogy meg kell fordítanom. Lehet ennyi helyzetet büntetlenül kihagyni? Az első fél idő zárjuk le, szerintem kezdődjön egy új mérkőzés, és be kell húzni a meccset, mert nekünk vannak több helyzeteink. Jó, úgy legyen. Köszönöm szépen. Hogy tetszik? Hát a helyzetek azok még nem... Gyerekcipőbe járnak? Igen. Igen? Mikor rúgjuk be? Másikbe berúgjuk a helyzeteket? 3-1-re nyerünk a meccset. Én úgy gondolom, hogy be kell rúgni, tényleg a Géza, amit mondott, hogy be kell rúgni a helyzeteket. Tehát büntetlenül nem tud. Ha nem rúgjuk be, megbosszulja a futball. Ez már ezerszer bebizonyította önmagát. Egy kicsit több kell a srácoktól, remélem ezt a mester is látja. És kiegyenlítünk és megfordítjuk a mérkőzést. Első játék rész, hát tetszeni tetszett. Reméljük, hogy a fiúk összeszedik magukat, és rúgunk egy kettőt a második. Helyes, így legyen. Játszottanak a fiúk jobban is. Igen. Szedjek össze magukat a második rész fél időben, hogy legalább rúgjanak kettő. Helyes, így legyen. Sok helyzet kimaradt. Igen, és ezt másikban be tudjuk rúgni? Hát helyzeteink. Lesznek még helyzeteink egyáltalán? Kell a helyzet. Mert sok legyen. Volt egyébként. Helyzet kiasználásban javítanunk el, és akkor meg lesz a meccs? Kapu előtt az játék. Igen, meg lesz a meccs? Az a gól elkerülhető lett volna? Hát igen, kísértük egész a 16-oson, 5-6 méteren keresztül kísérgettük, még lövőhelyzetben. Első fél időről vélemény? Nem tetszik. Nem? De remélem megfordítjuk a meccset. Fenn voltunk a pályán, az igaz, de csak fenn voltunk. Aha. Merem remélni, hogy összeszedik a srácok magukat. Aha. Volt helyzetünk, de azt be kell rúgni. Sodikban merem remélni egy-két-három góllal. Jó, hárommal lenyerünk. Nem első valami fél... rózsás. Nem. Nem. Mi a hiba? Hát a helyzeteket nem lőjük be. Voltak helyzeteink bőven, volt. Ugye? Másodikban? Reméljük, tudunk ezt is belőlük. Igen. Hajlát, és akkor győzünk? Igen. Egyes, így legyen. Kanizsa ellen sem játszottunk jól. Igen. Ez a csapat a 16. helyen van, szóval ilyeneket azért be kéne darálni. A helyzetek megvannak, nem tudjuk berúgni, ezen változtatni, és remélem, hogy itt közelben ezen az oldalon egy 2-3-at rúgunk nekik. Az első fél időben sokszor inkább becsuktam volna a szemem. Igen. Ez az a meccs, amikor semmi nem jön össze nekünk. Bízom benne, hogy a második fél időre ez meg fog változni, és nyerünk 2-1-re. Jó, így legyen. Nyerünk 3-1-re. Igen? És az első fél idő, hogy tetszett? Nem tetszett. Nem, ugye? De másik már remélem, hogy jobb lesz. Reméljük. Igen. Mi van veled? Miért nem játszol még? Nem vagyok még 100%-os állapotban. Vállad még nem gyógyult meg? És a mérkőzés hogy tetszik? Hogy tetszik? Hát egyelőre az állás miatt annyira nem tetszik, de amúgy szerintem nem játszunk rosszul, be kell rúgni a helyzeteket. Igen. És meg tudjuk fordítani a meccset? Igen, szerintem 3-1-re nyerünk. Jó, úgy jó. Azt szeretném mondani, nagyon, nagyon drukkolok a fiúknak, igen. De olyan kicsit olyan, mintha még nem találták volna meg önmagukat. Aha, sok de másikban már rátaláltanak magukat. Én bízom bennük, jó. Igen, olyan ügyesek. Győzünk, Monika? Győzünk! Helyes! Hát bizony ez nem úgy lett, ahogy Mónika elképzelte, és ahogy a többiek is bizakodtak az eredményt, illetően eredményekből már tudjuk, hogy kikaptunk 2-0-ra. De nézzük a második játék rész történését, hiszen voltak események bőven itt a második játék részben, és jó keribaradás, nagyon jó Vargának a visszatett labdája, és érkezik Pejnik Szilárd, aki ballal belelőtte a védekező játékosba a baloldali szöglet után jön a labda be, valamennyi Bicske játékos elvéti, de még nálunk maradt, Pejnik Szilárd cselezget, és egy lövés ott valamelyik védőben elakadt, és így nincs tovább a támadásunk, itt pedig egy szabálytalanság mutatja a játékvezető, Görög Mário, aki ezért a megmozdulásnak szabad rúgást ítélt az ellenfél javára, Pejnik elnézést akar kérni Koronci Bencétől, de ő nagyon sajnálja, nem fogott kezet a Bicske játékossal. Bedobás után van ez az esemény, amely egy megelőző szerelés a hazajátékos részéről, itt pedig hátulról Pejnik megmozdulását látta szabálytalannak a játékvezető. Nézzük a következő támadásunkat, jól megy el Pejnik, és beadása valamennyi Bicske játékos körött elszállt. Nálunk marad még a labda, Kákonyi cselezget, teszi ki a labdát jobbra, de belér az egyik hazai védő, kifejelik, nem tudnak felszabadítani a hazaiak, nálunk marad még a labda, Pejnikhez kerül, jól csavarja be, ott az Icer, Filipovic azonban gyengén fejeli meg, és pont oda, ahol a hazaiak kapusa, a Sejder Bálint állt. Tehát ez is egy helyzet, kérem, nem is kezdjük rosszul a második játékrészt, hiszen
1-0-ra vezet a hazai csapat, és itt a lehetőség, hogy Filipović Márkó befejelje az egyenlítő találatot, de nem sikerült neki jól eltalálni, nem sikerült megcélozni a hosszút, hiszen pont oda fejelt, ahol állt a hazai kapuvédője, itt pedig egy szerelés a hazai játékos ellen, és ha jól látom, sárga lapos figyelmeztetést adott Penzinger Norbertnek, a Bicskelyek játékosának, ezért a megmozdulásért, amit itt láthatunk, hiszen elesett a hazaiak játékosa, és az 52. percben Penzinger besárgult, és az 53. percben jelentős eseményhez érkeztünk, hiszen bal oldalon vezetnek támadást a hazaiak, bal szélen futtatják, járatják a labdát, jó a labda, király, majd Kercsó indítja, Tóth már gólhelyzetben, és ott is van a gól. Ki is használja ezt az iccet, hiszen szépen folyaták a labdát, és a befejező pedig Tóth Tibor volt, aki már harmadik gólját szerezte ebben a szezonban. Első gólját még az ETE 2 ellen, másik gólját Mosonmagyaróvárnak lőtte, és most itt ebből a szép támadásból, amelyet láthatunk újból ismétlésben, szerezte a harmadik találatát Tóth Tibor, a hazaiak játékosa. Tóth Tibor egyébként 27 éves, a hazaiak legidősebb játékosa, 36 életévével Roden Bükher István, aki az MTK-t, FTC-t, Paksot, Célját, Szent Miklóst, tehát több NB-s csapatot megjárt rutinos labdarúgó, és Tóth pedig itt így örül a góljának. Érthető is ez a gólöröm a hazaiak részéről, hiszen ezzel úgy néz ki, végleg megpecsételődik a sorsunk itt Gárdonyban, itt pedig jönnek a cserék, és akkor mondom, hogy ki cserélt be a Bicskelyek mestere, 58. percben járunk, Kákanyi helyére Lassú Zsombor jött be, Török Dávid helyére láthatunk Lencsés Bálintát be, majd Pejnik Szilárd helyére Kürti Zsolt, de még volt csere, hiszen Farkas Mátit a 71. percben Németh Jánossal váltotta, majd sérülés miatt Lassú Zsombort kellett lecserélni Varga Zsomborába helyére, hazaiak, de pedig Balog Ádám helyére, 89. percben Kovács Ádám, Zsigmond Bence helyére 87. percben Balog Patrik állt be, és akkor nézzük, hogy mi történik itt, hiszen egy nagyszerű kapufát láthattunk Filipović részéről, most ezúttal újból kiharcolja magának a lehetőséget, hiszen jól szerzi vissza a labdát, eléggé keményen, agresszívan, és a 16-os sarkáról kilövi a hosszút, és bizony, hát a kapus talán beleért, de nem tudni, hogy mi lett volna, ha egy kicsit beljebb megy, mert bizony nehéz szöv volt, és a kapus, a hazaiak kapu védője rajta volt, és akkor nézzük a következő percek eseményeit, lassú, be, középre, jó labda, oppa, ott egy szabálytalanság játékosunkkal szemben, ezért már jár a szabadrugás, mutatja a mérkőzés játékvezetője, Filipović ellen követték el a szabálytalanságot a hazaiak, jó 24-25 méterre hazaiak kapujától, jön a szabadrugás, és ott a védés a hazaiak kapusa, Sejner Bálint maga biztosan védte ezt a lövést, bekerül a labda oda középre, és egy ballábos lövés, hát bizony ez jócskán elkerült a hazaiak kapját, Lencsés Bálint volt az, aki megsuhintotta a labdát, de lövése fölé szállt, lassújból jól továbbítja, Varga Zoli ballábos lövését védi a hazaiak kapuvédője, szép támadás után, egy szép lövéssel volt befejezve Bicskei támadás, csak mégsem lett belőle gól, szép minden, csak még sincs gól. Egyőre így van az előző támadás, láthatjuk Varga Zoli, oda tette bal alsó sarokba, de hazai a kapu védője, kitornázta azt és szögletett belőle, jön a sarokrugás, lassú teszi vissza, és ívelődik a labda, és ott egy fejes, jól látom vékony volt az, aki kapura fejelt, de ebből sem lett gól, íme még egyszer Varga Zoli, legurítja a labdát, kis szögletet, végeztek el a Bicskelyek, lassú tette vissza Vargák, Varga íveli be, és ott a fejes, hát amely nem veszélyeztette a hazaiak kapuját, itt pedig Németh János vár bevetésre, hogy gólt szerezzen, de sajnos ő sem tudta megváltani csapatunkat. És akkor néhány szót a gárdonyi házi góllövőkről, Balog Ádám vezeti házi góllövő listát 7 góllal, Tóth Tibor, aki ma szerzett egy gólt, 3 gólja lett, a másik és egy gólosok vannak a hazai csapatnál, Ciklin Roland, Kercsó Bence, Király Bence, Lakimra és Zsigmond Bence,
volt eddig egy gólos, de most már ő is szerzett egy gólt, így tehát ő is két gólos lett a mérkőzés után. Nézzük tovább, Kürti lassú, Varga labda útja, lassú kapja vissza, és ott egy hasonló helyzet volt, mint az előbb, a hazaiaknál, de itt most a játékvezető sípja néma maradt, és akkor jönnek a vendégek a 76. percben. Hát igen, itt játékosunk egy kicsit fölemelte a lábát, hiszen nem látta, hogy jön, nem volt szándékos, vékony Viktornak a megmozdulása, de a játékvezető ezt egy sárgalapos figyelmeztetéssel díjazta. Tehát Denzinger kapott nálunk sárgát és vékony, a hazaiaknál pedig a 59. percben Kónya Krisztián, 78. percben Tóth Tibor és a 81. percben Mód Ádám kap majd, hiszen azt még nem láttuk. Hazai 19-es számú játékosa kapott sárgalapos figyelmeztetést. A Gárdonyák idehaza Moson-Magyarul verték első meccsen, majd kétszer kapta ki. Először Morfehérvárt 1-0-ra, majd Nagykanizsától 4-0-ra. Most pedig ez a negyedik meccsük, Bicskét győzték le 2-0 arányban. Így tehát hazai mérlegük, két győzelem, két vereség, 5-6-os a gólkülönbség, 6 szerzett pontjuk van a hazaiaknak. Idegenben már 9 mérkőzést játszottak. Győzelmük mindössze Nagyatádon van, 4 döntetlen, Érden, a Lipót-Pékségnél, Sopronban és Veszprémben értek el döntetlent, így 9 meccs után 1 győzelem, 4 döntetlen, 4 vereség, 22-es a gólkülönbségük idegenben, és 7 szerzett pontjuk lett így. Összesen 13 mérkőzés után 3 győzelem, 4 döntetlen, 6 vereség, 17-28-as a gólkülönbségük a hazaiaknak, és akkor itt nézzük tovább az eseményeket. Varga jól lépte át, oda kerül Németh Jánoshoz, hát Németh János ilyen helyzetből már kiresének rugott gólt, most ezúttal lövése centikkel kerülte el a Gárdonyiak kapuját, kifejelik, és ott egy lövőcse, hoppá, hát Némethnek elhúzták a lábát, de nézzük meg, hogy mi történt, igaz-e, amit most mondok. Lassítsuk le a felvételt, és nézzük újra vissza, hogy mi történik Németh Jánossal. Varga játszott a Némethez, hoppá, hát igen, egy lövőcselt végzett Németh, mert bal lábára akarta tenni, de a becsúszó láb eltalálta, és így elkaszálták Némethet, a játékvezető sípja azonban ezúttal is néma maradt. És akkor nézzük még a Bicskelyek hazai szereplését, hiszen csapatunk 5 mérkőzésen van túl otthon, 3 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség a mérleg, 9-6-os a gólkülönbség, 10 szerzett pontunk van. Idegenben már 8 mérkőzést játszottunk, 2 győzelem, 1 döntetlen, 5 vereség, 8-15-ös a gólkülönbségünk, 7 szerzett pontunk van, és akkor hát nézhetjük ezeket a támadásokat, de gólt nem tudunk szerezni. Próbáljuk visszaszerezni a labdát, Kürti Zsolt jó voltából, sikerül is, már a labvonalnál jár, már csak egy jó beadás kellene, de nem tudjuk becenterezni a labdát, mert a védők felszabadítanak, de csak Lencséshez jut el a labda, ő teszi be egyből, nagy évben, de jött kapujából a hazaiak kapusa, és húzta le a labdát, ezúttal a hazaiak próbálkoznak, egy szép megmozdulás a hazai játékos részéről, de hát valószínű kellett ehhez vékony Viktor is, hogy átkarolja hátra, és ebben a pillanatban a mérkőzés játékvezetője, Görög Mário véget vetett a találkozónak. No kérem, hát 11. játszott a 16. ellen még mérkőzés előtt, de most már a 12. helyzet játszott a 15. helyzet ellen, mert bizony a Gárdonyi csapat ezzel a győzelemmel följebb lépett egyet, mi pedig lejjebb egyet, és akkor gyorsan még a forduló eredményei. Puskás Akadémia, Veszprém 0-0, Molfehérvár, Pápai Perüc 2-0, Érd, harmadik keret 0-3, BKV előre Tatabánya 1-1, Balatonfüred, Nagyatád 6-1, Nagykanizsa, Ménfőcsanak 5-0, Moson-Magyaróvár, Szabadkikötő 6-0, ZTE FC 2, Lipót-Pékség 1-2, Komárom, Sopron 1-3, és Gárdony, Bicske 2-0. Az NB3 nyugati csoport gólovistáját Szabó Lukas vezeti 15 góllal, Kocsis Gergő második 10 góljával, Kustor Noel Sopron játékosa 9 gólos, annyi gólja van Szabó Bencének,
7 gólos Balog Ádám Mark és Pop Marcel, 6 gólos Füleki Norbert és Kós Gábor. Tabella állása, első, harmadik keret 33 ponttal, másik Mosonmagyaróvár 26 ponttal, Tatabánya harmadik 25 ponttal. Csapatunk a 12. 17 szerzett ponttal, és a Gárdonyok feljöttek 15. helyre 13 szerzett ponttal, hétvégén pedig a Menfőcsanak otthonába látogatunk, akik a 16. helyen állnak 12 szerzett ponttal, és akkor ezek után hallgassuk meg a győztes hadvezért, hogy ő hogyan látta, hogyan értékelte ezt a találkozót. Gratulálok, jól játszottatok. Milyennek a titka ennek a győzelemnek, hiszen megvan a másik hazai győzelmetek? Hát köszönjük a gratulációt, köszöntök mindenkit. Mi a titka? Hát a múltkori hazai mérkőzés után volt egy megbeszélés, hogy mibe kellene változtatnunk, ugye ott egy csúfos hazai vereségünk volt, amiből sikerült egy hétre rá Veszprémbe kilábolni, úgymond ugye sikerült elhozni egy pontot, ugye azért 5. vagy 6. helyen szerepelt a Veszprém két elmaradt mérkőzéssel. Dolgoztunk tovább, és mai napon igazából szerintem jól játszottunk, és megérdemel győzelmet arra. Hányszor edzettek hetente? Hát nekünk heti 4 edzésünk van. Tehát a munkának a gyümölcse most jött ki azért, mert gondolom a sok munka előbb-utóbb kijön. Hiszen eddig kieső helyen álltatok, most talán menekültök, vagy kezdtek benne kijönni onnan. Hát kieső helyen álltunk, igen, de azért zömébe nálunk jobb csapatok ellen játszottunk, és hogy az első 7 mérkőzésünk az idegenben volt. Nem, hát ott azért a mezőny elejével játszottunk, mint újonc csapat, volt elmaradásunk erőlétben, mi később kezdtük a fölkészülést, aztán jött egy dózis, ugye, és szépen kezdünk ebből fölállni, rengeteg sérültünk volt, mind a mérkőzésen volt, mikor egy-két játékos megsérült. Most már térünk vissza, remélem, és maradunk ezen az úton, nekünk nagyon kellett ez a győzelem. Zsolti, mi volt ennek az ok, hogy az első hétfordulót idegenben játszottátok? Hát alapjában jövő a pályánkkal volt probléma, ugye be kellett keríteni a, mutatom azt inkább, a lelátót, ugye meg kellett csinálni a büfét, a külön, tehát a szabályoknak meg kellett felelni. Ez megtörtént, és utána átvették ugye a pályát, úgyhogy ezért játszottunk zömébe idegen. Végső célotok mi lehet? Hát a mi végső célunk, úgy mint újonc csapat, szerintem csak a tisztes helytállás és a bennmaradás az a fő célunk. Ez kívánok sok sikert, köszönöm szépen az interjút. Köszönöm szépen. Végezetül összegezni lehetne a találkozót. 3 alkalommal jutottak el úgy a vendégkapuig a hazaiak, hogy az veszélyt jelentett. Ebből 2 helyzetet gólra is váltottak, a BTC pedig helyzetek sokaságát hagyta ki, szórakozta el helyzetét, így furcsa mérkőzésen Gárdony sikere megérdemeltnek mondható. 2 gólos hátrányban már igen gyenge, pontatlan játékot mutatott be a Bicskei csapat. Sokadik alkalommal cserék sem tudtak hozzátenni semmit a játékhoz. Egy hét múlva, azaz október 18-án, vasárnap 14:30-tól folytatás Győr Ménfőcsanakon, a szintén padlón lévő házigazdánál, de a mai produktum alapján ember legyen a talpán, aki tippelni tudna, de én nagyon bízom a csapatunk győzelmébe. Végezetül mai műsoromat szokásomnak megfelelően a mérkőzés góljával zárom, de a gólok lejátszása után egy nagyon fontos eseménnyel búcsúzom, hiszen a meccs után siettünk haza, hogy izguljunk az M4 csatornán élőben közvetített MOL Magyar Kupa sorsolásán. És hogy ki miért szurkol, az is érthető, de ezúttal a bicskei szurkolók és a vezetők régi-régi nagy vágya teljesült, hogy az ország legnépszerűbb csapatát kapjuk ellenfélként. 31-szeres bajnok, 23-szoros kupagyőztes, szuperkupagyőztes, 6-szor ligakupagyőztes, 2-szer VVK döntés a Léc ellen 67-68-ban, 2-szeres KK győztes. És már csak 3 golyó, 3 NB1-es csapat volt a gömbben, és ekkor jött a Fradi, és jön a MOL Magyar Kupa 64 között, a Ferencváros szeretettel várjuk őket, és akkor nézzük, hogy várták a bicskeiek. Nehogy kiesen a Fradi, a két kedvenc csapat. Igen? Hát Bicske és a Fradi. Győzőn a jobb. Várható. Örülünk a Fradinak? Egy X lesz és 11-esekkel a Bicske. Na, úgy legyen. Te már többször megjósoltad, mi lesz a Bicske eredménye. Elfogadjuk.